Sziasztok, üdvözlök mindenkit innen Békésről. Itt vagyunk egy mellékutcában, most nem mutatom neki pontosan hol, de még az, hogy egy ilyen, hát ez már a külvároshoz tartozik, főleg is itt egy mellékutcában, és ami érdekes, ezt mindjárt mutatom. Itt rögtön kettő is van belőle. Egy, és mindjárt, és itt az utcának a másik végén is van egy. Bizony egy régi kisvasúti betonaljak, még látszik benne a fatipli is. És az érdekesség az, hogy ez nem tudom, hogy került ide, mert kisvasút erre nem volt soha, tehát errefele soha nem vezetett kisvasút, ahol ez a két betonalj van, és igazából azt se lehet tudni, hogy miért tették ezt ide. Én csak véletlenül szúrtam ki, mikor erre jártam, hogy ez itt van. De nem semmi minden esetre is. És mondom, hogy a kisvasút erre nem volt, mert azt pontosan lehet tudni, arról vannak régi térképek, hogy iparvágányokkal, szárnyvonalakkal együtt a kisvasút merre ment, és erre nem. Ez valószínűleg, amikor a zsineket felveszették, akkor szerezte ezt meg ide valaki, és rakták ide, mert sok ilyen, vannak ilyen betonaljakból épült kapubejárók is, meg hasonlók, de ez ráadásul ez nem is olyan. De nem lehet tudni, hogy ez miért van itt. Csak ennyi lett volna, csak egy kis érdekesség innen Békésről, kis kultúrvlog lesz ebből is valószínűleg. Hát köszönöm, hogy megnéztétek, tudjátok, lehet lájkolni, lehet diszlájkolni. Sziasztok!